102-es session második leosztás, Ászbubi egy című lapunk van Nagyvakon, van két limpelés, természetesen megemeljük a kasszát, és az UTG limpelő megadja. 113 hend alapján 54-21, 2,4 a statisztikája, tehát meglehetősen sokat van játékban, viszonylag tehát a lapjai felső 20%-át emeléssel indul, de nagyon sok limp is van a játékában. Flopon 2 az agresszió faktora, flop emelése az majd lényeges lesz, 3-ból egyszer volt, és a 3-betje pedig 4. Nézzük, följön egy ász 9-2 flop két körrel, fél kasszát kontbetelünk, amire visszaemelést kapunk. Ugye nagyon sok lappal emel, úgyhogy nagyon sok lappal indul preflop, bocsánat, úgyhogy itt a visszaemelés könnyen jelenthet ász kisebbet is. Ugye azért a 4-es 3-bet be bele kell, hogy férjenek ugye az ász királyszerű lapok. Talán itt ugye a 3-bet jobb lenne floppon, hiszen flush draw is len van, és nagyon könnyen lehet, hogy ingyen kártyáin emel vissza. De hogyha itt 3-betelünk és all-in megy, mondjuk akkor is tartanunk kell, de akkor könnyen lehet, hogy már verve vagyunk. Könnyen lehet a játékában ász 9, ász 2, 2-es pár, 9-es pár, ezekkel mind 3-betelni. Itt nem azt mondom, hogy félni kell egy ilyen floppon ászbubival, hanem egyszerűen azt, hogy hagyni, tehát én azt gondolom, hogy a 3-bet jobb játék, de itt most én hagytam, adtam neki egy ingyen kártyát. Ha mögé passzol, akkor természetesen a rivert meg, és nem kör, akkor a rivert meglicitálnánk. Itt érkezett egy 7-es, passzoltam, nyitott. Ugye innentől kezdve a flush draw az ugye kisebb sanszal van a range-ében, hiszen a flop raise-zel ugye a turn ingyen kártyát, tehát a river ingyen kártyát tudja elérni. Ezt azért már egy gyenge játékos is tisztában van azzal, hogy ilyenkor flush húzóval elfogadjuk az ingyen lapot, úgyhogy majdnem biztosra vehető, hogy ász van nála. És akkor innentől polarizálható a dolog olyan értelemben, hogy tehát ha ászdáma, ász király, ász 9, ász 7, ász 2 van nála, akkor mi nyerünk, és az összes többi ászos lap vagyis kikapunk, az összes többi ászos lap esetén pedig mi nyerünk. Ugye természetesen lehet néha még nála 9-es pár, 2-es pár is, hogy ez még azt az oldalt erősíti, de még van egy olyan lehetőség, hogy ugye egy bluffbe fogod bele. Innentől kezdve ugye az emelésünkben nem sok érték van, kivéve, hogyha ha flush húzója van mégiscsak, és ugye az emelésünkre akkor már meg fog jönni az all-in. Az a kérdés, hogy egy ász 10 ász 8 szerű lappal adna egy visszaemelést. Szerintem elképzelhető, hogy igen, úgyhogy itt a tartás újra nem a legjobb választás. Floppon ugye a 3-bet lett volna a jó választás, itt pedig a visszaemelés. Bár ugye az elég furcsa, hogy floppon csak megadunk, törnön pedig check-raise-elünk, akkor egy kicsit túlreprezentáljuk a lapunkat, hiszen annyira azért nem erős egy ászbubi. Bár egy ugye 3-beteletlen potban ász 9 7 2 boardon erős, de nem annyira, hogy flop call turn check raise-zel kicsit túl reprezentáljuk a dolgot. Úgyhogy mivel, tehát az egésznek a következménye az, hogy floppon nem emeltem vissza, innentől kezdve ugye check call-ra vagyok beállva. Ha esetleg blöfföl, akkor, vagy a range-ében van bluff, akkor még azoktól is tudok kiúzni értéket, bár nem valószínű, még egyszer mondom, vélhetőleg ászos lapja van. Egyszerűen check call-ra vagyok beállva két utcán keresztül. Vagy mutat jobb ászt két párt, vagy kikapok. Ugye a legbosszantóbb az, hogyha riveren passzpasszba megy és mutat egy ász 10-et, de ha riveren passzpasszba megy és majd azt mutat, amit mutat, akkor viszont örülünk, hogy így játszottuk. Érkezik riverre egy király, passzolunk, mögénk passzol és mutat egy áznámát, ezzel ugye megnyeri a kasszát. Ugye nem 3-betelt ázdámával, majd egy ilyen bordon riverem mögén passzolt, hisz ugye nagyon sok ásszal, hát ászbubi, ász-tízzel, ugye még fizetek, ász-nyolccal, szerintem tartott attól, hogy ász királyom van, nem tudom pontosan, hogy miért nem value-betelt, hogyha már kétszer licitált, minden esetre
Azt láthatjuk, hogy így nagyon olcsón megúsztuk a dolgot, de vélhetőleg ez egy szerencsés lejátszás a részünkről, ha azért itt ász 10, ász 8-al még fizetett volna, úgyhogy nem volt a legszerencsésebb ugye a flop választása az, hogy csak megadtuk a hívást, de ez eredményezte azt, hogy turn check call, river check call-t játszottunk, ugye, és a riveren már nem is kellett mit megadni. Gyakorlatilag showdownig jutottunk egy ilyen helyzetben, ugye, hát nem mondom, hogy cooler lenne, ha itt ugye beraknánk mindent, de ilyen helyzetben viszonylag olcsón jutottunk showdownig, és bírtunk rosszabb lapot mutatni. Hát ebben a hendben ugye ez a viszonylag rossz játék floppon eredményezte azt, hogy ennyiből ezt meg tudtuk úszni, illetve hát ugye az ő passzivitása mind preflop, mind riveren. Úgyhogy hát a mai sessionben nem voltak különösebben érdekes hendek, úgyhogy ilyen egyszerű hendeket választottam be, talán még az ötödik egy vicces hend is belefér. Viszonylag egyszerű, vajkönnyű, habkönnyű hendek voltak, úgyhogy nem fogok tudni ma olyan nagyon bonyolult hendeket reprezentálni. Menjünk is a harmadikra.